Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Gazdag az pura vidék. Ez itt a Lantos utca 8, az MD Média szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis retroverzumban, Ez a Lantos utca 8 című műsorunk tizedik adása, a mikrofonnál Gizúr Gergő. Rögtön köszöntöm is két beszélgetőtársamat. Itt van velünk Melon Attila. Szia Attila! Szia G, szia ezt a kedves hallgatók, és hogy már nincs Ádám. Örülök, hogy második lettem. És itt van természetesen Gellérfi Bence, aki nem utolsó, de azért itt van. Szia Bence! Sziasztok, ajánlom magamat. Hát ugye rögtön megtudjuk azt, amit Attila fejezett be, hogy hát a babával lehet, hogy gond lesz, és hát a babával valóban gond volt, mert ugye taképpen a hajnali műszakból érkezik haza, és száll a csodálatos Icarus 260-asról. Ferkó meg éppen bevásárolni volt, és hát Feri mondjuk két hét eltelt, de úgy elég könnyedén túltette magát, úgymond ezen a dolgon, hogy hát a baba sajnos elment. Hát aki rendkívül együtt érzi, hogy megnyugtató, hogy hát neki kétszer is megtörtént ez, miért még ugye a, az ő lányuk megszületett, a nóra. Na mindez, szóval ez szóval ez, ezt megtudtuk. Meg azt is, hogy lenke pár nap múlva műtik, mert ma viszik a kórházba. Igen, ezek szerint szerencsére sikerült a vérnyomását stabilizálni. Erre nem térnek ide. Az előző részben megtudhatjuk, hogy ez volt az oka. Innen örülhetünk akkor, hogy Lenkinek jobb a vérnyomása. Két hét alatt azért, figyelj, megtalálták, felírták, a, a házi orvos jóvá hagyta, megvan az eredmény, azért az nem rossz. Tehát ez azért a mai egészségügyben azért ez, de úgy azért ez érdekes, hogy két hét alatt lezongorázták a, a, a teljes procedúrát is be is állt a vérnyomása. Mert orvos a szomszédja. Gondolod, arról volt szó, hogy a körzeti ezt kell venni. Azért itt volt akkor a protekcionátus, ugye, hogy, hogy azért, hogy a szomszédod orvosod, akkor meg lehetett beszélni. Ádám, mert nem tudná esetleg, hogy nekem minden nap lemennem csak egy vérnyomást, és akkor Ádám minden este megnézte a vérnyomását lenken néninek. Én ezt nagyon könnyen el tudnám képzelni egy valós helyzetben. És hát ugye közben megtudjuk, hogy Júlcsi elaludt, ugye a tesi órát offolta ezzel a lendülettel, de egy nagyon nagy bölcsességet fogalmaz meg ami Júlcsing megint, ugye a közös bőm után egy újabb aranyköpés hagyja el a száját, hogy az iskola egyébként is csak rabolja az ember idejét. Maradjunk csak abban, hogy én nem értek egyet azzal, hogy az iskola rabolja a gyerekek idejét, és hogy kislányom, hogyha te is hallgatod ezt, akkor apának igaza van. Fú, de ez a torna <laughs> amit Júli kilógatott az ablakon. Hát, annyira tetszett. Nekem ez is egy a sajátos PTSD-t hozott elő. Ez maga, ez, a, ez, a, ez a torna maga, mert emlékszem, hogy az anyagára, a szagára, ez, ez, nem konkrétan ez, amit kilógat, hanem, nyilván, hanem, hanem úgy, hogy ezt is így be kellett pakolni, vinni kellett, ne felejtsem el, a tornacipő, hát ez ezért... én de ez, de ez, a mai napig létezik, tehát a mai nap is van tesi úr és sőt, amikor kitalálták ugye a mindenapi nevelést egy ideig, hát akkor ezt ez még inkább a akut dolog volt. Most az, a mindenapi hogy... nevelés most is van jelenleg. Gyűjt, a mondom. szakközében nincs. által általános iskolában van? Azt nem tudom, az, abba te o, o, jobban vagy, mert még nem végezted de... el. Így van. <laughs> De most már 37 ére járom a hetediket. Nekem már szerencsére kimaradt ez a, ez a mindennapítás, mert pont úgy sikerült végeznem ezeket az iskoláimat. Tulajdonképpen a ner kibontakozása az első előtt, ezeket is megúztam. Megtudtuk, hogy Mágent felébresztették, egész pontosan Julcsi ébresztette fel, mert orvos igazolás szeretett volna ezért az elalvásért. És hát megint ő, juli percek következnek, úgyhogy Juli megint Juli, júlibnál is Juli, mert ugye azon mérgelődik, hogy Bezzeg a nagyfehér a saját lányának nem képes egy igazolást adni, mert ő az erkölcsbajnok, és egyébként is, és amin én fogtam a fejemet, és segítsetek Egyébként ki. neki mi a baj azzal, hogy a férje az erkölcs bajnoka? Szerintem ennek általában örülnének a Elmondom, az a baj, hogy neki ebből nincs pénze. Mert hogyha ha a mágen nem lenne az erkölcsbajnok, akkor ő elfogadta volna a csúszópénzt az első részben a, a Beauty átalakító alakító ö, színésznőtől, és így sorolhatnám. Oké, okay, csak hogyha, ugye itt ez fáj neki, hogy ő az erkölcsbajnoka, akkor meg hosszú éveken keresztül mi, milyen féltékenység nyom le. Szóval most akkor melyik fáj jobban? Attila, az az igazság, hogy én, én nagyon értékelem a szándékot és meg mindent, de te Julit akarod tényleg megérteni? Tehát te tényleg tíz rész után meg szeretnéd érteni, Juli? Figyelj, ebbe a tempóba egyébként, ahogy csináljuk a podcastet, 22 évig fogjuk ezt nyomni. Csak meg kell érteni. Nem érzed még korainak? Tehát figyelj, gyakorlatilag ez olyan, hogy megértetted, hogy a tizedik része, fölállsz és kész. Tehát alakítsunk akkor oldalt. Juli pártiak és nem Juli pártiak. Te belépsz a Juli pártiak oldalára? Nem, hogy is, nem, ez megint ilyen pártoskodásba hagyjuk már. Én, nem kell Ádám ide. és én egyértelműen a Juli ellenes szekciót elősítjük. Benszét nem tudom még, neki még van ideje eldönteni, főleg, hogy tudja, hogy mi forog kockán. Én, én elfogadom, Julit látom. <síns> biztos, ő, ő is örül, hogy elfogadott. Én úgy egyelőre is Juli sopánkodásait, panaszkodásait, illetve, mint most is elmondta, hogy bevásárolni nem volt ideje, tehát lehetne egy ilyen juli erre meg arra nem volt ideje számláló is. A Bence még kap két adást, de én biztos vagyok benne, hogy ő be fog állni hozzánk Ádám mellé, tehát ő is a, 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 a juli héterek közé fog becsatlakozni, mert látszik rajta, hogy jó srác. Attila, benned kételkedem most már egyre inkább mert te, mert te nagyon meg akarod. Én, én, a Juli, és Jocó elfogadók leszek, jó? Jocóval semmi gond. Jocó, Jocó én magam küzdök. Tehát ja, hát én. nem. Hát ez, figyelj, vagy elfogadod Julit is, meg Jocót is, vagy akkor, vagy akkor te leszel a sémer. Hát mondjuk... A Jocót a Julival egy lapon említeni. Hát miről beszélünk? Hová süllyed ez a műsor? Ja, a Julit sémingelitek. A szereplők a Jocót sémingelitek. Ő sémingeli saját magát? Tehát a Julinak elég... Figyelj, most őszintén, azt mondja... Há, hagyjatok, én kimegyek! Azt mondjátok el nekem, hogy ugye, ahogy a Bence mondta, hogy a Júlinak nincs ideje semmire. Megtudjuk, hogy minden nap későn ér haza piaszagúan. Két hete neki erről szól az élete, hogy minden nap későn esik haza, leszarja a családot, mert semmit nem csinál, mert se ideje, se bevásárol, se semmi, se főzni, se semmi, és ráadásul ilyen piaszagúan jön haza, mi ez? Ugye mondja, hogy ma fog, ma fog kilépni a szövetkezetből, és majd közli az Ádámmal, hogy majd megpróbálok úgy tenni a gyerek előtt, a gyerek miatt, mintha minden rendben lenne. Kérdem én, mi a tök baj van? Tehát ez, ez a házasság most akkor tönkre ment? Mitől ment tönkre? Mi a problémája? Azon kívül, hogy Juli? Hát ennek ezernyi problémája van ennek a házasságnak itt igazából azért a szeretet, meg a szikráit is elég ritkán lehet megtalálni ebben a kapcsolatban. Igazából az jön át, hogy valószínűleg ők úgy összeházasodtak, hogy akkor volt egy ilyen fellángolás, aztán Juliba talán előjött az, hogy és egy orvos felesége leszek, mert ugye ezt azért többször kihangsúlyozza így a... Aztán jön egy ilyen beletunyulásos rész talán, de hogy itt érzelmekről, Isten igazából szerintem az eddigi tíz rész alatt beszélni nem tudtunk. Legalábbis az ő kettőjük relációjában kettő kapcsolatájukról meg fogunk tudni többet, hogy a történetük előtörténetükről. De, de ne, ne, ne tekintj előre, tehát most kapni. itt a tizedik résznél tartunk. Igen, Tadunk igen. El, igen. Ez, ez alapján rettenetes. <súzik> szóval, júli ugye zavarodottan mászkált piaszaggal a lakásban, és ruhástól dőlt be az ágyba, szóval igazi mintanyaik, mintafeleség, szóval ott van a 12 éves lányuk, ez így ne, nem az ideális családmodell ez most. És ugye kaptunk ismét egy alkoholista nőt, mint vadásznét. Horváth tényleg van valami baj a nőkkel, mert mondom, tíz részen belül kaptunk kettő alkoholista nőt. Kemény. Úgy látszik, a horvát Ádám már csak ilyenek. Hatamás, ha nem, ezek már, ők már csak ilyenek. Üm, jutka magát okolja ugye a babáért, és hát ugye itt van az, amit mondtam, hogy azért Feri nagyon szépen nyugtatgatja, ezért ez egy nehéz rész ott, szerintem. De ők kifejezetten aranyosak, és szerethetőek, azonosulhatóak. Igen, ha, ha, ha így nézzük, abszolút ellentetje a mágen párnak, mert ők, ők, ők tényleg, tényleg olyan aranyosak, ahogy mondod, igen, ez, ez egy jó szó. Kellett ide egy ilyen is, meg egy olyan is. De hát azt már tudjuk, hogy Jutka ugye elmegy dolgozni. Feri is szépen megcsinál mindent. Ő, igen, a háztartást átveszi. Ehhez. Igen, igen, szóval itt, itt azért nincs, nincs, az, az előbb látott sopánkodás. Hogy nekem kell bármit csinálnom, meg mit tudom én, nincs időm, pedig hát ugye a Feri is műszakban dolgozik, ugye éjszakás, meg mit tudom én, de azért megcsinálja, amiket kell. Sőt, konkrétan mindent, mert most abban maradtuk ugye a Jutkával, hogy Jutkának csak az iskolába kell mennie. Azt helló. És aztán Lenke nénivel, mi van? Hát Lenker néni bevonul a kórházba, és nem kap kis tévé, de egy rádiót, igen. Hát szemműtétre megy, miért kéne neki kis tévé? Úgy se látja. ezt a tak is megmondta. De ezt, ezt így magyarázatok el nekem amúgy, hogy nem hozták el a kis tévét, otthon hagyták, ugye? Tehát, hogy neki kis tévéjük van otthon, de hordozható rádió meg nincs mert azt megvenni kell. Ugye, Buzz Spencer Terence hogyha már itt fölhozhatom, ugye, amikor elvileg megvakul a papi, akkor ő is tévét kér a szobájába, nem? Hogy hallgathassa a kutyafuttatások hangját. Nem tudjuk Lenken mi a kedvenc műsora, lehet, hogy rádióban nem adják tudjuk be ennek. De ez itt szokás volt, hogy kórházba kis tévét bevinni? egy Ma, mai kórháznál elképzelhetetlen tartanom, mondjuk kis tévék sincsenek annyira. Te, te, telefont, laptopot, és egyébként meg a jobb szobákban még ne agy isten tévé is van, szóval most akkor minek cipelsz bármit? azt hittem, hogy itt viccelődnek egymással, de ott komolyan felmerült ez a kérdés. Nem, mert igen, tehát ilyen volt. Rádiót izé, oda tették az emberek a fülük mellé, ne adj Isten, hogyha kicsit süketebb volt, és hangosabbra raktak, akkor hallgatta az egész nyolcágyas szoba. Ez így működött. De a, a rádió még csak-csak a kórházban, de hogy a kis tévét bevinni. Meg, meg, meghallottuk Ádámtól, hogy minden tévé hordozható szerinte. Igen, végül is igaz. Igaz, akkoriban egy 38 centi képártmérőjű Beijing, azaz Peking típusú televízió, az körülbelül 45 kilót nyomott. Végül is tudtad hordozni, Lenkenéni szerintem nem, de... Junoszt <laughs> a tévé egyébként az már ekkor bőven volt, tehát sőt, ez már inkább a Junoszból kifelé korszak. Szerintem is, itt már, itt már a videóton Orion ment. Persze, persze, sőt, már itt a Junosznak a színes másolata is, tehát ami, ami már színes képernyővel rendelkező másolata is mentek ebbe az időszakban. Mert... Várjál, olyannyira, hogy ne felejtsük el, hogy az első részben ott ö, ugye a, a szőlőségeknél ugye Sony tévé volt, tehát a Sony színes tévé De ők volt, a szőlősiék. Hát jó, tudom, csak hogy azért már a technika ennyire, ennyire karaj volt már akkor ha már a tévé, minden tévé hordozható, akkor mi is hordozhatjuk a témát tovább. Ez nem Sony TV volt, az egy, az egy monitor volt, a forgatáson használt monitor. Nem, 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 nem kell Még a szőlőségeknek sem tellett, tehát milyen lepukkant volt az alakás? Teszem hozzá, hogy ebbe az időszakban mentek azok a reklámok a mozikban, ugye a filmek előtt, hogy Gávölgy János ment, és utána volt, hogy Aj, titi, tló, kia! Na, és akkor ezeket a készülékeket lehetett kapni mint nagy képernyő, színes tévé. Borzasztó volt, keresetek rá, aki nem éltek ekkor. De csak álmodok, bámulok, hogy ezeket a tévélugókat kiszúrtátok. Én csak azt akartam volna hozzátenni, mielőtt ugrunk, hogy az a kis rádión Lenkenéni simán meghallgathatta a vízállás jelentést, ha más nem. Ó, gyerekek, vízállás jelentés. Hát az én egyik nagymamának ez volt a mániája, hogy a minden nap meghallgatták a vízállás jelentést, és felírták. De ők is elég messze laktak bármilyen víztel, ugye? Hát ő, szolnokon laktak, de ezt mindig általában a mátrában. Amikor... Hát ott azért van víz, na lássuk De ne. általában amikor a mátrán voltak, mert mátrában voltak sokat nyáron, hajó vonták találkozásra, Tilos, ezt én szinte megmaradt a fülembe életem végig, a mai napig nem értem. Hát lehet, hogy akarták tudni, hogy elázik-e otthon a ház? Miért ázna? -e, olyan messze volt azonnal azért. Szolnokon? Hát hát jó, ott van a tiszta... El, elviszi a várost a víz. Zoln... Jó, ott volt, a szol... ott volt az a... az agyba meg a tisza találkozásom, sőt, most is ott van, mert nem vitték a mint a tévét, úgy, amit a lehet vinni. De, jó is a mátrába, amikor fönn vagy ezer méter magasan. Hát akkor tudják, hogy haza kell menni és csónakkal menteni a tévét, hiszen az legalább hordozható. Legalább értesültek a hajóvonták találkoztatására. Ugrunk viszont az iskolába, ahol ő, magyar órán színre lép egy új mostantól állandó szereplő, Bátori Béla, azaz Béla bácsi, akit Bot Béla alakít. Tanúkedvelőinek ismerős art, megtudjuk, hogy mi lett más miután leszerelt. Egyfőn azért megdicséri Júlcséknak a magyar dolgozatainak a tartalmát, viszont ami a formaiságokat, olvashatóságot, helyes írást illeti, az persze tragikus. Ki van akadva? Répa és Ostor című technika, ugye? Kicsit belógatjuk a répát, és utána jöhet az Ostor. Pontosan ezt csinálja Béla bácsi itt az oktatás során. Egy ide, egy oda belemegy a, a hat szótagos szabályba, amit mára aztán mindenki lesz Egyébként mit szólnál? Tehát mit gondoltok, hogy Béla bácsi mit csinálna, hogyha így mondjuk végignézne 30-40 Facebook posztot? Úgy általában. Szerintem ott kapna szívrohamot, abban a pillanatban. Meg tudom érteni. Nyilván, jó, Béla bácsi magyar és történelem szakos tanár ugye ebben a, ebben a sorozatban, vagy teleregényben. Hát hiszen bársi elvtárs, legalább akkor kis történelem is legyen, ugye? De azért lehet, hogy illik a nyelvtan náci kifejezés. A nyelvtan kommunista, bocsánat. A magyar nyelv hanyatlása előtt már jóval belekezdett az ezen valós siránkozásba, jogos kiakadásba. Nem tudta akkor még mivel rá, Meg Grécsi Leszló is itt hagyott minket, vele, vele együtt a magyar nyelv is. Ha Béla bácsi itt még szerencsés, mert még kvázi talán jobb volt a helyzet, bár ugye mindig a, a, az aktuális generációval mindig baj van, de erről majd később úgyis visszatérünk, mert lesz még itt egy jelenet ugye jutkával, de most jön egy két férfi között egy érzékeny jelenet. Nem kell elkatintani, nyugalom, nem kell lefóliázni semmit. is semmit. Sümegi megajándékozott Bőmurat, ugye a sok segítségért, azért a sok segítségért, amit még két hete kiakasztónak talált, és hát egy eredeti, saját dedikált Sümegi oszkár, koncerto bakelittel ajándékozza meg, amiből hát hallhatunk is egy részletet. Mert ugye, hogy tudjuk, hogy Palóc László valóban operaénekes is volt. ő elsősorban szerintem operaénekes volt, kevésbé sorozat színész, ő inkább operaénekes volt. Az eszközteheren is lehet, de, de, így van, meg neki a különbája. De nem csak mi halljuk ezt az áriát, hanem a, az egész lépcsőház, mert gyakorlatilag az első emelet. Igen, elég hangos az a gramafon. A közös bőm arcán viszont tényleg az az őszinte öröm meg ilyen megtiszteltetés érzés van, tehát hogy ez neki ilyen nagy dolog, ő lemezgyűjtő, és jó, itt van ez az ember egy csomószor idegesít, de hogy ez neki akkor is egy ilyen... Ugye az sümegi meg a bőm közötti kapcsolat, azért is nyilván most még nem tudjuk, de később az ez mindig egy ilyen, ez egy ilyen... Tehát idegesítik egymást, egymásra a de igazából imádják egymást, tehát. És ez már itt is benne van nagyjából. Ha csak és sajó akár. Igen, és nem csak az a puszta udvariaskodásából mondja, hogy, 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 hogy hát ez, ez, milyen megható, és hogy örülnek, hiszen ott ül mellette az, aki énekel azon a bakeliten, mi mást is mondhatna és ő dedikáltan kapott egyet. A nagy sümegi Oszkártól, aki ugye nem vállal el csak úgy 500 vagy nem tudom hány forintért egy fellépést, azt ugye megtudtuk még jó néhány részre ezelőtt. Innen szeretném jelezni, hogy körülbelül még van maradék 35 darab cd 2011-ből, akit érdekel, lehet a dedikált CD-t kapni nálam. Patronosok nekik itt fel lehet ajánlani a CD-szeket, tehát... A, a, a az... Nem akarom én a patronosokat bántani. Hát, ha, figyel, hát, ha valaki megtisztetésnek veszi. Na, de hogyha már az egész lépcsőházban lehet hallani ezt a bizonyos muzsikát, akkor ugye a gazdagriti MacGyver, az ugye vágási felé, meg tudjuk, hogy nem ért a riasztókhoz, mert ugye Sümegi egy riasztót szeretne felszereltetni egy ilyen az ajtóra, de hát, hogy segítsen már, ugye a vágási a nem meri megkérni, ezért a bőmöt küldi, mint meg tudjuk, Ferike ezt nem vállalja, viszont ismer valakit, aki majd segít. Ez már egy lépés a kapcsolatuk építésében, szóval azután, hogy, hogy megsértette Ágásit, most már nyújtja a másik kezét, hogy... Segíthetsz nekem nyugodtan, és fizetek érte. Ez, az... <laughs> ez a, ez üzenete. Ugrunk egy énekórára, és ugye most már egyre több iskola jelenet lesz, és itt ugye Julcsiról szól ez a lényeg, hogy Julcsi rendkívül kómás, és ugye megtudja a jutka is, hogy ma elkésett, mert elaludt, Erről majd még beszélniük kell aztán egy kicsit hallgatnak egy kis nyenyergést, és Julcsi ki van is, hogyha már nyenyergést hallgatnak, és a Mellon az előbb feloszt, hogy vannak CD-i, akkor mi nekünk nyugodtan a küldhet egy, egy cd ha még van belőle. Tehát a Ádámnak is, nekem is, vagy akár a Bencének is. A nyári is. csapatépítőre, jó? Ja, hát, ja, 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 ja áll, a postán álljak sorba a helyet, hogy hasznos dolgokat csinálni. Tudtam, tudtam. Na de itt ugye, és ezután rögtön, rögtön megyünk arra a bizonyos részre, hogy uh, akkor itt most jó ki lehet, uh, lelet alázni a, mai generációt, mert ugye a tanéban Béla bácsival ugye Jutka megvitatja, hogy hát a gyerekek mennyire hülyék. Főleg Júlcsi. Igen, szegény Béla bácsi még mindig ezen kattogott, pedig a kettő között még egy kiváló viccet is elsütött a gyerekeknek. Az, nem, arra nem tértünk rá. A, a... Én szándékosan hát nem, de te nyugodtan jaj, jaj, jaj. Akkor, akkor már nem csodálkozom. Hát igen, hallottunk egy Béla viccet. Ez nem csak a kontrollban, van a, de a szomszédokban is. Én ezt nem írtam föl, mert a vírusító felismerte volna, de akkor... akkor. <laughs> Meg lehet, hogy spoiler értékkel is bír, hogy mi volt a Béla vissza. Nyomas, kell, ne, most ezt már kell ragasztani. Kérlek, akkor. kérlek, becse, köszönjük. Természetesen Béla bácsi anglájtésével lenne az igazi, de hát akkor, ha már feljegyeztem, tudod, mi a különbség Kína és Magyarország között? Kínában egy válogatott csapat nagy zajjal szétverte az összes verebeket, Magyarországon egy verebes pedig ugyancsak nagy zajjal szétverte az egész válogatottat. Ha, 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 ha. És az osztályban voltak, akik nevettek. Mert ők értenek a focihoz, és van köztük egy kis És Sokképpen voltak Verebessel. <laughs> verebes Mágussal, vagy kiről? Tehát, hogy én, én gondoltam, hogy rákeresed, aztán rájöttem, hogy jobb nem tudni. Én meg nem értek a focihoz, úgyhogy. Nem tudom, ol olvastál elő valamit a kedvenc hírlapunkban, Melon? Nem, sajnos focival kapcsolatban semmit nem tudtam olvasni a kedvenc hírlapunkban. Képzeljétek el, hogy ezen a napon egyszerűen semmi érdekesről nem tudtak beszámolni, ami olyan hát mondjuk úgy, hogy tényleg mindenkit érdekelne. Az FBI éppen igazgatót keres, akkor ez egy fontos. novella Mónikáról. az, ez is fontos, tehát ezek fontos dolgok. <laughs> El, előre bejelentett katasztrófa, stb. Viszont, hogy ha egy nap alá megyek egyébként, akkor ott sem sok érdekes történet van, viszont egy, nem tudom, hogy ez egy szerkesztői szóvic akar -e lenni, de sikerült ezt egy oldalon egymás mellett lehozni. Erik Honecker látogatásával kapcsolatban egyébként írtak egy cikket, ott a fotó, régen várt látogatás, mellette lévő cikk, régen ismét feltételeket szakbott Los Angeles-i beszédében. Ez csak direkt ez, lehet. Ez biztos, hogy egy szerkesztői Figyelj, a, még az kizárva, hogy szépen. a, 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 tücsök, a, tücsök és bogár Peterdi bában ez is benne volt. Tehát... Onnan küldték. Ja, várjál, hogy Ádám bevághassa újra az effektet. Akkor el kell mondanom, hogy itt elkezdett már bomlani a kommunizmusnak a szövete, hiszen már elkezdték árulni a kötvényeket a nyomdára, amelyben az MSMPKB somogy megyei hírlapját nyomták. Tehát, hogy már a nyomdát árulják. Somogyi néplap kiszáll. Köszönjük Somogyi lépnap, úgyhogy mi megyünk tovább akkor a, a, szomszédok tizedik résznek történetében. Ugye még a tanáriból ugye megtudjuk, amit megtudtunk, hogy hát a gyerekek hülyék, de Jutka módszertani javaslatokat tett, amire még nem érkezett válasz, de hát gyakorlatilag nekem így teljesül minden kívánságom a Jutkának, mert hogy Hável az igazgató ugye abban a pillanatban kipattan az irodából, és megdicséri ezt a bizonyos módszertani javaslatot, de mondja, hogy nagyon szuper minden, de hát csak óvatosan, módszeresen kell adagolni, nehogy balhé legyen belőle, már ott a kollégák, meg ugye új iskola, tanács is figyel, szóval, hogy azért meg ezt óvatosan kell, de amúgy patika. Egy mini oktatási reformcsomagot nyújtott be jut. Ez egy énekzenet tanárnőtől, ez teljesen meglepő fordulat. Most azt hogy mennyire tud módszertamon olvasásban segíteni, azt nem tudom. De de, 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 a pedagógusi jelleg az abszolút megvan a karakterben. A hát itt is miért ha meghallgatták a zenét, mesélt magáról az Adi ami szorosan kapcsolódott az adott Kodály zenéhez, szóval ez egy interdisziplináris utazás a gyerekeknek. És a pedagógiai újítások után jön egy munkahely újítás is. Juli, a sztár, a kozmetikusok királynője, aki díjat is nyert, ott hagyja a szövetkezetet hivatalosan is beadja a felmondását. Most egy perces néma csendet kérünk mindenkitől. Miközben persze addig beszélünk. Meg, igen, meg, mert hogy megalakul a kórus szövetség végül, és hát takiek kiszámolják, hogy havi 25 forint per fejből kijönne minden. 70 lenne. 70 lenne, de hát lealkutták, mert mindenki beletesz valamit, és így 25-re kijön. És hát a tagságból 21-en vállalják, Na, hárman bocsánat, nem. Ne, hadd, hadd vágjak közbe, G. Tehát, hogy ebbe annyi, annyira jól átjön a korszellem, hogy és akkor a vállalatvezető asszony az vállalta, hogy akkor kifizeti az ongara kísérőt, és mindenki vigyáz. Tehát, hogy azért ez így benne van, hogy elmondtuk, hogy 70 lenne, de köszönjük szépen a vállalatnak, köszönjük szépen Józsi Káftársnak, tehát hogy ez nagyon szépen le van vezetve megint. Lényeg a lényeg, a végén 25 forintot kell fizetni, és ez sem megy mindenkinek. Nem, mert hogy hárman nem tudják, és Balog bácsi, akit Baranyi László alakít, és Baranyi Lászlót a Família Kft-ből ismerik, hogy ő a nagypapa, a nagypapa, aki most Balog bácsi, ő az egyik nem fizetni nem tudó, kollega, és ő vállalja, hogy kottákat másol, és így kevesebb kotkát kell majd vásárolni, és így csökken a költség. Igazából itt nem is ez a balokbácsi bácsi felajánlása a lényeg, hanem maga Baranyi László, mint színész megjelenése nekem. Meg hogy tökre megérte annak a három embernek, aki jelentkezett, hogy mi nem tudjuk vállalni, mert aztán azt okay. lett volna, hogy hát nem is kell maradhatnak ugyanúgy, szóval ennyi erővel még öten is. Ellentétben éjszakánként 30 példában lemásolják a kottát. Igen, nem tudom, tehát azért ő beleteszi a itt. Én, tehát én a, a Balogh bácsit én tisztára, most a másik kettőre vagyok kíváncsi, hogy ők mit tesznek bele a sztoriba. De Balogh bácsi mindenki nevében nyilatkozott, tehát nem azt mondta, hogy én Balogh József meg fogom oldani, mi vállaljuk. Ja, akkor lehet. Viszont itt már benne van a, a, a korszellemében a, 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 rendszer ellen. De bocsánat, ez olyan, hogy ez a mi vállaljuk, tehát ez a, Az egész lakóközösségünket zavarja, hogy. Tehát, hogy ebbe benne van egy ilyen. Mert, hogy a Rezső, aki nem Rezső, de itt Rezső, Ő, ugye szinte mondja azt, hogy azért is fontos, hogy megalapítsuk ezt, a, ezt az egyesületet, hogy megmutassuk másoknak is, hogy egyesületbe kell lépni, hogy alakítani kell. Hagyjuk is ezt az egészet, mert <laughs> ugye jön Júlcsi és Jutka következő jelenete, ahol ugye Júlcsinak hát igazság szerint az a problémája állítólag, hogy idegen a suli, új mindenkinek, de hát Jutkának is, úgyhogy elhatározzák, hogy legyenek barinők. Ami tök fura, ugye, mert hogy elvileg osztályfőnök meg a tanulója, <laughs> Érdekes barátnőség. Mondjuk esetleg még első-második osztályban el tudok képzelni egy ilyet, de hát azért 12 évesen ugye jó csimá felsős. Nem tudom, hogy az írók azok mikor járhattak utoljára általános iskolába. Minden esetre a lényeget azt azért lehozták, hogy igen, mindenkinek nehéz, gyere, legyünk túl rajta együtt, csak nekem kicsit az furcsa, hogy ezt így. Nyilván itt a pedagógus jön elő a, a jutkából azzal, hogy ugye azt akarja neki sugalni, ha bármi bajod van, akkor hozzám fordulj el, és ne depressziózzál. Oké, okay, csak szerintem ezt egy pedagógus nem mondhatja, hogy legyünk barátnők. Ezt azért mondta... Akármennyire, tehát ami, amit nagyon sokszor megbeszélünk, hogy tényleg jutka nagyon jó pedagógus, de az, hogy legyünk barátnők, ami nem fér bele. Nekem ezzel nincs bajom, még a hülyén is hangzott. Mindegy, itt továbbra is a jutka pedagógus fanklub tagja vagyok, csak szerintem ez így hiba volt. És a mama megjelenik a telepen először, tehát látogatást tesz. Úgy. Róla majd beszélünk, és majd azt a, azt a találkozást majd átadom nektek, én viszont addig egy balhé zenére hívnám fel a figyelmet, ahol ugye már tudjuk, hogy balhé lesz, mert ugye én a klasszikus ijesztő zene, és egy hülye gyerek petárdát gyárt a szülinapjára, amit én egyébként rohadjak meg, nem értem. A mamát az rohatul nem zavarja, hogy a gyerek petárdát gyárt, hanem hogy el fogsz késni. Igen, mit csinálsz? A petárdát csinálom. Jó, vagy siessé már, hát nem igaz. Tehát, hogy nem azt mondaná egy normális hogy gyerek, hát... Úr is, ja, ne domod el! <laughs> hanem az, hogy jó van, csak siessé, mert elkésebb az -e. Na de, ezzel majd később visszatérünk, hanem Jutka is az édesanyja. csak egy rövid bevágót kaptunk amúgy is ugye erről a szituációról. Igen, ki, hogy izguljunk, ennek. de jön a következő dráma, úgyhogy valamégtek vállalja ezt a Jutka anyja találkozását. Légy cibalsz. Az látszik a Jutka anyja, hogy ő, ő neki össze kell szedni magát, tehát szörös össze kell szedni magát, hogy kilépjen egy kicsit a férj árnyékából, és tényleg azt csinálja, amit ő akar. Ő akar találkozni a lányával, ő szereti a lányát, vele akar lenni, és pláne ugye amióta meghallotta nem plegykás takinéni <wealthy transitions> azt, hogy ugye ő hát itt kvázi nagymama, összeszedi a bátorságát, és ugye elmegy a lányához. Nem kapunk olyan típusú drámát, mint amit mondjuk egy nyugati sorozatba kapnánk, mert itt egyből jutka nyakába ugrik, jaj, de jó, hogy újra látlak anyuka, stb. Tehát, hogy egy ilyen megnyugvás van mind a kettő fél részéről. Persze, itt az alkotók megint megmutatják nekünk azt az óriási osztálykülönbséget, ahova ugye a jutka belépett a Ferivel, onnan, ahonnan jött, mert elkezdi kipakolni, és akik ugye osztják a 200 forintokat, meg a fogkrémre, külön fölírja a pénzt a kisfüzetbe, jaj, francia sajt, franciaból ezeket nem lehetett kapni annak idején. Meg Tehát valami, hogy... Meg valami hal, valami nagyon spéci hal tőkehalmáj. Azt, azt, még lehetett, mert azt, azt egyébként lehetett. Na jó, de nem volt olcsó. De a szovjet vonalról be lehetett szerezni, de francia sajtot, francia volt, nem lehetett szerezni. Tehát a, ahhoz lehetett, egy ilyen csak szovjet a ciri volt Nagyon ráírva. Felső kasztban kellett lenni, jó ismerősökkel kell, kellett rendelkezni, te ilyeneket tudjál szerezni. Tehát ezt, ezt is bemutatták, ugyanakkor tényleg egy őszinte viszontlátást, egy, egy őszinte örömet lehetett látni szerintem. A Jutka és az anyja újbóli találkozásánál. De itt konkrétan megtudtuk azt, hogy ő nekik rohadtus sem bajuk nincs egymással. Tehát se a Jutka nem haragszik a Zsuzsára, sem a Zsuzsa, hanem az egész csak a papa miatt. Nem, van. nekik nincs. Így van. És hát ugye itt sokkolja le az anyukáját is, hogy hát nem, nem lesz nagybama, és lényegében elmesélni neki ugye a, a, korábban történteket, szerintem erre most annyira ne is, ne is fussunk vissza, ahogy ugye beszélgettünk De egyik egy, egy színészileg teljesen rendben volt, ez, 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 sok minden rendben van, de ez ilyen kiemelkedő, így, akár, szóval, ahogy ez jutka közli, tényleg meglágyul az ember, ő maga is. Hát van könyv, mit. van, van minden, igen, ez, ez, azért a, a Zsuzsa, ugye az anya, az már, tehát hogy elég gyorsan kiszúrja, hogy gáz van. Ünnepel, ünnepel, de amint meglátja az első könycseppet, rögtön tudja, hogy akkor most mi is történt. Tehát, hogy szerencsére nem volt ez. Tehát én attól féltem, hogy az a kellemetlen rész fog sokáig tartani, hogy a, hogy, hogy a mama még örül úgy, hogy közben a jutka tudja, hogy nincs minek örülni. Ez hál' Istennek elég gyorsan le lezavarták. Nem nyújtották túl. Aztán ugye petárdás baromarcú, még egy ütést, mert most már nagyon szól nekem, most már nagyon gyere, majd közül, hogy még egy ütés és kész. Na hát akkor robban egy. Bocsát, már ez rosszul hangzott, ugye? Petárdatém, és még egy ütés. Ott bármi az, ami ami, 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 robbanni tud, azt nem ütjük. Tehát... Fegyel, még ráöntök fél liter benzint, és meggyújtom, jó? Tehát, hogy ez körülbelül ilyen volt. Begyújtom és viszem, tehát. <laughs> És ugye mágenék a mentőn, és én ezt átadom nektek, csak én egyetlen dolgot akarok ezzel kapcsolni, hogy már is itt van Évike, ugye, akit láthattunk pár részsel ezelőtt, a fuldokló barátnőt, akit most már Simori Emese ugye úgy alakít. Tehát Aki nem... majdnem megállapíthatta azt ugye a barátnőjéről, hogy halott, de szerencsére azért korán érkeztek. Nem fogadta meg Mágen tanácsát, miszerint nehogy beálljon mentős. És Dallas nézőknek Pamela magyar hangja és ugye mennek a robbantóshoz, mert ugye megérkezik a hívás, hogy hát akkor ott most lehet menni, mert robbanás, tűz, minden van ott, úgyhogy... És ő egy igazi szupermentősként be is megy a füstölgő sufniba kimenteni azt a gyereket. Egy, ahogy a vágásinak vannak Batman pillanatai, ez meg ennek a Superman pillanata, és ahogy még ki is hozza, látványosan berobban egyet az háta mögött, így kellett megkomponálni. Egy egyébként egy tök jó ilyen Knight rider es klisét hoztak, tehát ez a utolsó pillanatban kilép, és akkor még onnan két kiugrik, ugye a tűzcsóvából, stb., tehát, hogy csak itt ugye Mágenhelyi Mádám szalad ki a kezébe a gyerekkel a tűzcsovából. Ez már a nyugatosodás, mert rengeteg nyugati akciófilm mert filmben van ez a klasszikus lehet, hogy az utolsó pillanatban kijön és átad mögött robban, is akkor a robbanás kicsit földre esel. Igen, csak itt próbáltam a hallgatók figyelmét felhívni arra, hogy esetleg más podcastjeinket is érdemes lenne meghallgatniuk, ezért is fel kell, hogy iratkozzanak ránk a YouTube-on, illetve a kedvenc podcast lejátszójukban klikkeljenek rá, hogy követnek bennünket. Sőt, ahol lehet ott értékeljenek bennünket ötösre. És jó szokásomhoz híven, aki kíváncsi egy ilyen epikus robbanásra, 24. perc, 15 másodpercnél találja meg. És annyira tényleg készül. Ez köszönjük, ez nagyon fontos. Ekközben viszont Szőlősi Zsuzsa, ugye Szőlősi doktorhoz bemegy a pálhoz, és ő bizony közli vele, hogy neki ebből a bullshitből elege van, ő befejezte ezt a osztálykülönbség miatti utálkozást, úgyhogy ő mostantól beszélni fog a lányával, és egyébként is ugye a lányának most segítségre van szüksége, mert hát majdnem lett egy unokád vaze. És talán itt lehet, hogy a papa is meg fog majd gyengülni, vagy meg fog enyhülni, a fene tudja, de minden esetre Zsuzsa a, a sarkára áll. Én úgy látom azért, hogy a bal tarc az egy pillanatra elérzelmesedik. Igen, 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 igen. igen. Végre kapja össze magát a papa is, mert azért mégiscsak ne legyen ilyen bunkó. És ugye, ha már ugye a mágen ugye kihozza a gyereket, ő megsérül, és hát ugye egy Lacival reunión van, ugye az a mentős társ, akit ugye Korokné Géza alakít, ugye ő hozzá át a mentős kocsiban, mert ugye most már két mentős kocsi lesz, egyik egy gyereket viszik el, a másikkal pedig ugye Mágent, mert ő annyira megsérült, és bent tartják így szakára. Nem azt, hogy annyira megsérült egyébként, ezt el is mondják, hogy robbanás, ez mai napig egyébként így van, tehát hogyha egy ilyen komoly traumát szenvedsz, akkor mindenképpen kivizsgálásra ben fognak téged tartani, nem véletlen tették ezt Ádámmal is, ugye ez a későbbiekben el is fog hangozni hogy igazából nincsen semmi baja, de muszáj, hogy bentartsák. évi az ezt el is mondja Ádámnak, hogy de, hát pedig a bejössz, ott van, kész. Most, most, most te vagy itt a, a, a beteg, az áldozat, most neked Na -e Most ott ő volt a mentőorvos, én így döntöttem, én beszállítalak, szevasz. Na, és akkor Bence, Bence megkapja azt, azt a megtiszteltetést, hogy a záró jelenetet. Etus meglátogatja a hörcsögét bámuló Julcsit, ahelyett, hogy... A... <coughs> Etus meglátogatja a hörcsögét. <coughs> 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 Majdnem, is, is. A hörcsögét bámuló Julcsit, ahelyett, hogy a házi feladatát bámulná. Tévé ugye nincs, úgyhogy a hörcsöget bámulja. Aki úgy megörül neki, mintha nem találkoznának újra meg újra ilyen egy igazi szupernagyi, még vacsorát is az neki, ennyire elhanyagolják ezt a gyereket. Jó, mondjuk -jó, Júli azért dolgozik. De jó, hogy tud főzni, kivel rántották. Jó, de Júli nyilván a munkáin részegedik, Ádám meg lesérült, és Etus természetesen erről is tud. Úgyhogy ő ugrik be vacsit készíteni, csörög a telefon, felveszi úgyhogy haló, anyád. Az jó, ez teljesen tökéletes. Nem írtad fel, hogy hanyadik percnél volt? Mert azt szerintem mindig 27. Érdemes. perc az, az. És felírta. Aki szeretné, hogy Bence a továbbiakban is készüljön, támogasson bennünket a Patreonon. és hát azért utána még kicsit beszélgetnek, és Etus még azt is felajánlja, hogy, hogy még egy mesét is meghallgathat Júlcsi de és azért ez egy 12 éves lányról van szó, és őnek így azt mondja, hogy, hogy, olyan rég hallottam, már mesét, nem tudom, szóval Juliról eleget beszéltünk, de azért már, már Júcs is kezdi úgy meg, megsínyleni ezt a kis egészségtelen családi kapcsolatot. Itt persze szerintem itt a törődésről szól az egész, hogy már mindegy, hogy mese vagy, bár csak legyen már valami. Szerintem Júlcsi már elég régen megsínylette ezt a házasságot. Igen, ilyen apróságokban egyébként nagyon sokszor kijön. Tehát az eddigiekben is, ahogy mondtam neked, hogy nem nagyon tekintsél meg előre, de hát azért én is látszik, hogy azért itt diszfunkcionális családból bizony azért elég sok minden hátrányosan uh, hathat a gyerekre. És ugye kimaradt egy rész, amit Bence nem mondta, hogy a taxival megy ugye Etus Alantos utcába, és itt nagyon fontos pont, hogy a taxis ugye eladná a trabantját, mert ugye Etus panaszkodik, hogy nagyon kéne egy kocsi, és hát a taxisnak van egy hat éves eladó trabantja, úgyhogy erről majd mindenképp fognak bizniszelni. Ki tudja, hogy vajon ez lesz é, az az autó, amit esetleg megvesznek egyszer, ha megvesznek. Illetve itt azért a, a, az etus ahhoz képes, hogy ugye az etus ugye a Julinak az anyja, azért a saját lányának elég tisztességesen beszól szerintem. Ugye nem csak az anyázása az egy dolog, hanem... Szerintem jobban szereti a vejét, mint a Szerintem lányát. is, igen, mert hogy eléggé leoltja, hogy ja, hogy te buliban vagy, ugye? Hát te nem, a mágen nincs itthon, de ő nem buliban van, hanem ő tűzbe menne, értetek, és tűzbe is ment, mert megsérült. Tehát, hogy nekem egy kicsit egy ilyen, egy, de lehet, hogy csak én éreztem bele, nem tudom, de hogy azt éreztem benne, hogy, hogy elég rendesen beszól a lányának, hogy édes csillagom, de te tőle megint nem... oltja a lányát, nem is, nem is, csak egyszer. Hogy te nem vagy itthon, a gyerekkel nem foglalkozik senki, bár, és akkor szó, hogy Mágen vajó hol van, hát ő meg basszus a kórházban fekszik, mert ő viszont melózott, és te meg nem vagy itt. De ez a tűzbe menne érte, és tűzbe is ment, ez megint roppant kreatív szófordulat volt, szóval gyanítom ezt az előbbi, hanem régen, várt látogatása Ronald Reagannek, tudjuk, hogy régen minden jobb volt. De, de, hát volt, tűz, hagy... hát, de volt tűz, hát volt a tűzoltó. Jóli meg menyecske valami szóval, buliba érte. Gyanús, hogy Etus ugyanonnan szedhette ezeket. Berobbantott a poét. De volt ott tűz, mert ott volt tűzoltó. De olyan, bár... hogy tűzről pattad nincsen, mert annak idén a bosszorkányok, akiket tűzre raktak, ugye azok onnan, Nem igen tudta. Nem tudjuk, hogy Etus írta ezeket. Mindenesetre így zárul ez a rész, hogy Etus ugye a szupernagymam megmenti Julcsit és hát ez, mondom, ez a beszólás nekem tetszett. Igen, tetszett? Csak jobb az etusra is beszélgetni, mert az aranyhörcsög nem szól vissza, pedig neki sok mindent el lehet mondani lelki bajainkról, de hát azért az is csak etus. Gondolja, Bence, hogy az aranyhörcsög nem szól vissza, de akkor újra kiemelném, hogy megmutatom az aranyhörcsögünket a Patreon támogatóknak, mint extra tartalom. És azoknak a Patreon támogatóknak, akik egy évre iratkoznak, olyan aranyhörcsöget mutatunk, ami visszaszól. Azt hiszem, hogy nagyon elmentünk egy olyan irányba, legyen vége. Igen, ennek az adásnak, jó, úgyhogy Melon Attila, Gelérfű Bence és minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánunk, és ne felejtjétek, hogy a hibaüzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég az időutazásból? Olvasd a parallaxis.entv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.